Megnéztem, hogy nektek már ne kelljen. A minap úgy döntöttem, hogy megnézem a halálos kitérő új feldolgozását. Hát nem kellett volna. Van két diplomám. Műveteri és tánc. És kávét főzök egy csehóban. Ez a film ez olyan, mintha patika mérlegen akarták volna kimérni az ide szánt wokizmust, de éppen egy sem volt kéznél, ezért belebatták az összeset, amit csak találtak. Miért nem fogtad meg a kezem? Mielőtt viszont rátérnénk a videó lényegére, fontos, hogy feliratkozz. Ha nem iratkozol fel, ez a kiskutya nem kap ma vacsorát. A YouTube nem terjeszti a videóimat. Kommentekkel és lájkokkal viszont segíthetitek az algoritmust, a Patreon meg csak az igazán hardcore-oknak van fenntartva. No, a film egy Hollywood szerint teljesen átlagos és pont ettől diverse baráti társaság erdei túráját mutatja be, akik olyan helyre mennek kirándulni, amit utálnak. Az útvar Virginiában. A készítők megpróbálták lefedni az összes társadalmi réteget. Gyakorlatilag mindenki megvan az Oscar kvótához. Közel-keleti és indiai melegpár, fekete tudós, fehér művtöri diplomás cicamicával, feminista és egy toxikusan maszkulin fehér férfi. Aki a film szerint egy öntelt pöcs. Beülnek egy szakadt kocsiba és jól berúgnak, nem igaz? Komolyan mondom, már csak a mozgássérült transznemű törpe és egy muszlim pingvin hiányzott közülük. Ő egy fekapasi, egy fehér csajjal. A hat jó barát első este beül egy helyi kocsmába. Itt az iszákos vidéki gombák útbaigazítást akarnak eladni nekik, amit ők visszautasítanak, mivel a vidékiek nem tudnak appot fejleszteni, és még bisztrójuk sincs. A barátom Darius fenntartható energiával foglalkozik. Mila onkológus. Edem appokat fejleszt. Gary és Louis két New York-i bisztrót vezet. Szerintem ezek komoly munkák. A feka srác amúgy szegény, de cserébe jó lelkű, ellentétben a gazdagokkal, akik értelemszerűen nem jó lelkűek. Ez rögtön nem esik le, de a film ilyen finom utalásokat tesz rá. Tudod, miért dolgozom ingyen és nem a Wall Street-en? Mert olyan közösségre vágyom, ahol az igazi érték a tudás és a jellem. Ott tartunk, hogy megérkeztek a városba. A szőkecsaj reggel elindul futni, majd találkozik valami színes fémkereskedővel, akitől vesz egy kis fémhulladékot. Ezek gyönyörűek. Mindet maga csinálta? Párat. Mennyibe kerül? $10. Én fehér városi. Vesz tőled koszos bőr. Pénz. Adni neked pénz. Van műtöri diploma, neked nincs, de én nem adni neked. Ezután kezdetét veszi a kaland. Tudjuk, hogy hamarosan rosszra fog fordulni a sorsuk, mivel fiatalosan lögdösik egymást. A fekasrác javaslatára letérnek az ösvényről, mivel szerinte... Van itt valahol egy szépen megmaradt polgárháborús erőd. De ezt az erődöt, ami... valamiért az erdő közepén van, keresni kell. Mert ugye, hát vidéken nem csak a GPS szűnik meg, de még a térképről sem hallottak. Oké, értjük, nincs internet a faluban. Tudjátok, merre megy? Nekem sem. Hosszas gyaloglás után végre jön egy kis akció. Ez meg mi? És akkor a fákkal teli erdő egyetlen fa nélküli lejtőjén a semmiből egyszer csak felbukkan egy több tonnás CGI rönk, ami nem ütközik neki semminek. Miután a nyílt terepen való lineáris futás közben mindenki hasra esett, feltenném az ilyenkor kötelező kérdéseket. Mi a f***ból lőtték ki azt a rönköt, hogy így repült? Vagy azért nem látták közeledni, mert a rönk a domb másik oldaláról indulhatott, de akkor mitől gyorsult így föl? A másik fontos kérdés, hogy egy erdőben miért lefelé menekülnek, ahelyett, hogy mondjuk nem tudom, kitérnének előle oldalra. Tehát a rendező gyerekkorában kimaradt volna a Scooby-Doo órákról, vagy mi történt itt? Várjál, mert azért van itt még valami, ami hát szintén nem kompatibilis a valósággal. Hát hogy a szarba tud egy erdőben egy ekkora rönk ilyen zavartalanul gurulni? Hogy nem megy neki a fáknak, amelyek mögé amúgy nem menekültek be, pedig beállhattak volna? Ennek köszönhetően meg is van az első halottunk, a New York-i bisztró félárva lett. Most pedig jöhet a kötelező dráma. Hogy mit csinálok? Ott! Tudom, tudom! Sajnálom! Jaj, Adam, soha többé ne hagyj ott, amikor egy rönk gurul utánunk a fákkal teli erdőben, mi pedig ahelyett, hogy félreállnánk, inkább futunk lefelé előle. Ó, Adam! Az öt jó barát ezután tovább halad a szélsőséges időjárás ingadozásairól híres virginiai esőerdőben. Ő is hitt ebben, igaz? Ő már
A mennyben van, és boldog. Mondjuk nem tudom, hogy milyen eső az, amitől a vér nem ázik le az arcukról, de hagyjuk is. És mivel nem tudnak tovább haladni, erre pedig csak az éjszaka közepén a viharba jönnek rá, így tábort vernek ott, ahol éppen vannak. Ezt ugyanis hamarabb, sötétedés előtt nem tudták megoldani, ugye amíg még világos volt. Az éjszakát itt kell töltenünk. Reggelre elállt a vihar, a pocsolyák pedig nyom nélkül eltűntek. És amikor kijöttek a sátorból, Adam rájött, hogy... Egy temetőben aludtunk. Hát szerintem ebben a filmben többet senki nem hal meg. Hát ezek szuper mázlisták, képesek voltak úgy közlekedni, és óriási sátrakat állítani az éjszaka közepén, hogy egy kiálló sírkőbe se botlottak bele. Tehát én a helyükben lottóznék is. Ja, közben rájönnek, hogy a feminista csaj is eltűnt. Talán csak elment pisilni. Ezzel ott a feka srác talál egy táblát a temetőben. Nézzétek, ez Amerika alapítóinak hűségnyilatkozata. A konfederációi. Éljen a rabszolgaság. A toxikusan fehér csávó pedig levonja a következtetést. Amerikát a konfederáció alapította 1860-ban, akik amúgy rabszolgisták voltak. Hát a Jefferson és Washington mit csinált 1770-ben, az mindegy. Konfederáció lenni rossz. Üzenet átadva, Mila pedig azóta is pisil, de most már felhívni sem tudják. Nálatok van a mobilom? Az enyém sincs meg. Adam, megvan a telód? Egyikünk is sincs meg. Mi a szar folyik itt? Elmondom, hogy mit tartok teljességgel kizártnak. Azt, hogy valaki éjjel bemászik egy több személyes, belülről zárható sátorba, megkeresi és kiszedi a zsebükből a telefont, kioson, és kívülről visszazárja a belülről zárható sátrakat. Valószínűleg ezt a lehetőséget ők is kizárják. Azt hiszem, éjjel láttam valakit a sátornál. A négy még mindig elég diverz jóbarát elindul megkeresni Milát, akiből azóta patakokban folyhat a húgy. De Adam olyan szerencsétlen, hogy belelép egy a bokájára tökéletesen ráillő csapdába, ami berántja őt a mélybe. Beleakadtam valamibe. Sátok! Adam! Hallasz engem? Mivel Adam eltűnt, Milát pedig már rég el is felejtették, tovább indulnak valahova, amikor is találnak egy faházat, amibe bemásznak, és onnan lesik a kecske szörnyetegeket. Lehet, de... Ez Adam. Darius rájuk kiabál, hogy dobják el a barátjukat, akik ezt ugyan megértik, de válaszolni már nem tudnak, mivel valószínűleg csak kecskéül beszélnek. Tegyétek le most! Egy szót sem értek! Közben Adam is magához tér, és a lassított felvételben leüti a bestresszelt gidadögöt. Majd finoman agyonveri, miközben azt ordítja, hogy megölted Milát. Mit csinálta közben a másik kecske? Nem tudom, nem mutatja a kamera, tehát ott sincs. A másik hová lett? Magyarázzátok már meg nekem mégis, hogy a fenébe tűnik el egy busójárásnak öltözött kecske, négy ember, meg ki tudja hány kamera szeme előtt. Tehát ennyire nem jó az az álca, de közben történt más furcsaság is. Felbukkant Mila, és ezen a ponton gyanakodni kezdtem. Szerintem ő a másik kecske. Szerintem viszont mondjuk nem. De hol voltál? Én csak pisiltem bent a fák között. Igen, másfél órán át. Közben elindulnak lefelé a hegyről, és az egyikük megint meghal, de nem mondom meg, hogy melyik, mert ezen a ponton már biztos annyira érdekel titeket, hogy ti is meg akarjátok majd nézni. A szőke csajt bőribe zárják, de a bőrdíszműves fémkereskedő ad neki vizet, mert az vett tőle néhány patkómágnes lent a faluban futás közben. Ne ordibálj, vagy megbánod! Maga, ismerem magát, segítsen, kérem! Végül a hegyi falu demokratikus bírósága elé állítják őket, mert hogy Adam megölte azt a kecskedögöt, akiről kiderült, hogy csak egy álcázott vadász volt, és csak azért öltözött kecskének, mert így sokkal kevésbé feltűnő a szarvasok számára, mint emberként. A bíróság bűnösnek találja magát. Az ítélet halál. Mi? A barbár hegylakók közös Európai Uniós ügyészsége viszonylag egyszerű feltételeket szab a tanúknak. Ha hazudik, azért megfizetnek mindannyian. Mondj igazat! Na te mit tennél a helyében? Igazat mondanál, vagy hazudnál valakiért, akit amúgy a sztori szerint nem is kedvelsz? Pontosan, normális ember nem hazudna, hogyha halálbüntetés jár érte. Nem. Nem ölte meg őt. Ezért bizony bünti jár, furcsa jogszabályaik vannak, de ha támogatják Ukrajnát néhány medvecsapdával, az EU úgyis jogállammá avatja őket. A csaj végül felkínálja a szolgálatait az életükért cserébe, de a falusiak ezt azért fenntartásokkal kezelik. Na és maga? Magának milyen van? Van két diplomám. Műveteri és tánc. A film végét azonban nem árulom el, aki kíváncsi rá, az nézze meg, én biztos, hogy többször nem fogom. Na itt is mit látunk? Volt egy népszerű, helyek közel népszerű horrorfilm, egy jól bevált címmel. Valami művtöri diplomás meg úgy döntött, hogy újra gondolja,
és beletette az egyetem falain belül tanult világot, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal. Sokszínű karakterek, indokolatlan politikai üzenetek és egy gagyi, óvodás szintű sztori. Az a baj, hogy megint túl sok hangsúlyt fektettek arra, ami őket érdekli, és nullát arra, ami mondjuk a nézőt. Kicsit olyan ez, mintha Lamantinok által kiválasztott ötletlabdák alapján írták volna a filmet. Kivéve, hogy azoknak legalább nincs művtöri diplomájuk. Éppen ezért viccesek. Tehát tisztázzuk, én nem vagyok filmkritikus, én egy dühös fogyasztó vagyok, aki kezd egyre jobban kiábrándulni ebből az iparágból. Ezt a helyet mi építettük. Férfiak és nők, sokféle bőrszínnel és hittel idejöttek. Az egyetlen pozitívum ennek a filmnek, és tényleg az egyetlen, hogy legalább ihletet adott a mai videóhoz. A mai videóhoz, amit lájkolsz, kommentelsz, megosztasz, rám pedig feliratkozol. Ezzel triggerelve az algoritmust, ami akkor ajánl engem, hogyha ti triggerelitek. Különben a kiskutya éhes marad. Ez a kiskutya nem kap ma vacsorát. Tehát like, komment, feliratkozás csengőbe, a Patreon pedig nem harap. Na pá!